Istennek egy részét mutatja be, hanem az egész jézusi küldetést. Itt áll Jézus, és eléggé megnyúlt készfejekkel, mint egy az eget akarja lehúzni a földre. Fohászkodó üdvözítő. Önmagáért is fohászkodik, hogy elvégezhesse a küldetését, és az emberekért is fohászkodik, hogy az emberek valahogy ne önmaguk ellenére éljenek, hanem helyesen, értelmesen, bölcsen éljenek. A képpel kapcsolatban 6 kérdést akarok föltenni, hogy próbáljunk meg válaszolni erre a 6 kérdésre. Miért van itt Mózes a 10 parancsolat két kőtáblájával? Egy szobor talapzaton áll Mózes, és tartja így maga előtt a 10 parancsolat két kőtábláját. Második, miért így festette meg Jézust Csontvári vörös ruha, fehér ruha és kék zsinór? Csontvár ugye a színekre, a színjelképekre nagy hangsúlyt tett. Ez a második kérdés. A harmadik kérdés az a tömeg itt mit ábrázol? Miért szalad el ez Jézustól? Miért botránkozik meg Jézuson? Miért mondja azt, hogy nekem nem kell az, amit Jézus mond? Negyedik kérdés. Itt viszont van egy templom, a templom mellett különböző dolgokat ábrázol még. A másik tömeg, itt mondjuk egy ateista tömeg van. Itt viszont egy templomba járó tömeg van. Vannak ateista emberek, akik nem kérnek Istenből, se Jézus Krisztusból. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy minden héten gyakorolják a vallásukat, ők istenhívő emberek, mennek a templomba, de valahogy ők se Jézushoz mennek. Ki van Jézushoz közel? Ötödik kérdés, ki ez a két gyászruhába öltözött alak, aki erre a sírkőlapra ráborul, és a sírkőlap mögül pedig kihajt ez az óriási fa, mandulafenyő egyébként, olyan cédrus félének látszik először, de szó szerint mandulafenyő. Mit jelképez itt a Jézushoz legközelebb álló, és ezzel a tömeggel, meg ezzel a tömeggel egyaránt távolságot mutató, és itt középen álló két szobor. Mit akar ez a két tanúbizonyságit kifejezni? Ötödik kérdés. Hatodik kérdés. A képnek itt a bal sarka teljesen üres. Kérdések, amiket szeretnénk megválaszolni, de mivel előadáson vagyunk, és én irodalmár vagyok, ezért megkérném most az egyik kedves hallgatónkat, hogy Petőfi Sándornak azt a versét adja elő, amely csupa kérdésekből áll, és Petőfinek a legnagyobb verse, csak mi magyarok úgy nem ismerjük, mint Csontvárinak a fohászkodó üdvözítőjét. Petőfi 1847-ben írta ezt a verset, 24 éves volt, és figyeljük meg, hogy csupa-csupa kérdés, kérdés, olyan kérdés, ami nekünk most is kérdés a 21. század előtt. Annyit szeretnék mondani, hogy ezt a könyvet a Reisinger tanárunk írta, és amikor megtaláltam benne ezt a gyönyörű Petőfi verset, szerettem volna március 15-ére elszavalni, de nem jött ki a lépés. Petőfi Sándor, világosságot, ez a címe. Felkiáltó jellel, világosságot? Igen. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebele, nincs benne mécs, nincs benne csillag, csak egy hamvadó suhás sincs. Nyomorult ész, ki fénynek hirdeted magad, vezess, ha fény vagy, vezess csak egy lépésnyire. Nem kérlek én, hogy átvilágíts a más világnak fátyolán, a szempedőn. Nem kérdem én, hogy mi leszek, csak azt mondd meg, hogy mi vagyok és miért vagyok. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ? Vagy ő csak egy gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség? Éljünk-e önön öröminnek, vagy sírjunk a síró világgal? Hány volt, ki más szívéből kiszívta a vért a saját javára, és nem lett büntetése. Hány volt, ki más javáért a vért kiontá saját szívéből, és nem lett jutalma. De mindegy,
aki áldozatnak odaadja életén, ezt nem díjért teszi, de hogy használjon társinak. Használ-e vagy sem? A kérdése kérdése ez, és nem a lenni vagy nem lenni. Használ-e világnak, aki érte föláldozá magát? Eljő-e a kód, melyet gátolnak a rosszak, s amelyre a jók törekednek az általános boldogság kora? Tulajdonképpen mi a boldogság? Hisz minden ember ezt másban leli. Vagy senki sem találta még meg. Talán amit mi boldogságnak nevezünk, a millióm érdek. Ez mind egyes sugára csak egy új napnak, mely még a láthatáron túl van, de egykor feljövend. Bár volna így, bár volna célja a világnak, bár emelkednék a világ. Folyvást, folyvást e cél felé, amíg elébb-utóbb elérné. De hát, ha úgy vagyunk, mint a fa, mely virágzik, aztán elvirít, mint a hullám, mely dagad, aztán lesimul, mint a kő, melyet felhajítnak, aztán lehull, mint a vándor, ki hegyre mászik, s ha a tetőt elérte, ismét leballag, s ez így tart mindörökké, föl és alá, föl és alá. Írtóztató, írtóztató. Kit még meg nem szállott-e gondolat, nem fázott az soha. Nem tudja még, mi a hideg. E gondolathoz képest meleg napsugár a kígyó, mely keblünkön jégcsap gyanánt vérfagylalon végig csúszik, aztán nyakunkra tekerőzik, s torkunkba folytja a lélegzetet. Hát ez egy nagyon nagy Petőfi vers. Most örülök, hogy elhangzott, de erről is lehetne külön beszélni. De most csak erről. Mindenki kikeresheti a Petőfi kötetében, Petőfi kötete általában magyar embernek van világosságot, felkiáltójára. Ez a cím. Ez a vers címe, világosságot, felkiáltójára. Hát kezdjünk akkor a csontvári képelemzésében. Miért van itt Mózes a 10 parancsolat két kőtáblájában? Azért, mert Csontváry kifejezte azt, amit ma nagyon sok ateista, de nem ateista, keresztény ember se tud. Miért jött Jézus a világra? Miért jött Jézus a világra? Ezt egy mondatban itt lehetne röviden összefoglalni, azért jött Jézus a világra, hogy megmutassa, hogy ami a 10 parancsolatban áll, a szeretet 10 rövid törvénye, azt igenis meg lehet valósítani. Lehet a szerint élni. Ne panaszkodjunk mindig, hogy nem lehet szeretni. Nem tudunk szeretni, mert az emberek rosszak, mert bennünket se szeretnek, mert meg én fáradt vagyok, meg gyenge vagyok. Nem. A 10 parancsolat szerint lehet élni, de úgy, ahogy Jézus tett, hogy ehhez segítséget kért. Ő se tudta a saját erejéből ezt megvalósítani. Az életben a lényeg, hogy tudunk-e segítséget kérni és elfogadni. Ez a lényeg. Kik tudnak segítséget kérni és elfogadni leginkább? A gyerekek. Ezért mondta Jézus, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek, mint a kis gyermekek, semmiképp nem mentek be az én országomba. A kisgyerek, ha elesik, vagy nem tud valamit megoldani, természetes, hogy a felnőtt segítségét kér, és hogyha a felnőtt segít, talán az esetek többségében nem utasítja vissza. Sajnos mi felnőttek nem ilyenek vagyunk. A felnőtt ember büszke, a felnőtt ember magabízó, a felnőtt ember azt mondja, hogy hagyjatok békén, majd én megoldom az élet kérdéseit. Ne szólj bele az életembe. Ugye általában a felnőtt emberek így beszélnek. Vagy ha nem is így beszélnek, ezt érzik, e szerint élnek. Jézus azonban igényelte a segítséget.
Sokan azt mondják, hogy Csontváry milyen bolondos, őrült ember volt, tehát hogy festetett ilyen megnyúlt kézfejeket, hát nem ilyen az embernek a tenyere. Igen, azért festette így, hogy nagyon szembetűnő legyen, nagyon hangsúlyt helyezzen rá, hogy igen, Jézus tudott kérni, tudott segítséget elfogadni, és úgy tudta megvalósítani a 10 parancsolat, mind a 10 parancsolatát. Segítség nélkül nem megy. Külső segítség nélkül nem megy. Ezért Jézus ruhája a fehér ruha, a fehér mindig a tisztaságnak, az igazságnak a jelképe. Vörös ruha, a vörös mindig a szeretetnek a jelképe. És ha az igazság és a szeretet egyesül, ezért a kék zsinór, a kék mindig a békességnek a jelképe. Ugye ezek általános szín jelképek. Fehér, vörös, kék. Jézus életében békesség volt. A legnagyobb nyomorgattatásai közben is békés volt. Ezért mondta a tanítványainak, hogy békességet adok nektek, az én békémet adom nektek, nem úgy adom néktek, ahogy a világ adja. Mert ugye nyilván a világban is látják azt, hogy egy ilyen rohanásban, ilyen feszültségben, idegességben nem lehet élni. A világ is felajánl békességet, nem mondják, hogy menjetek el wellness órákra, vagy meditáljatok, vagy nem tudom én mit csináljatok, csak hogy egy kicsit nyugodtabb életet folytassatok. De Jézus azt mondja, hogy ő, ha valaki hozzá megy, akkor ő tud békességet adni annak az embernek, aki hozzá megy, és aki kérni tud tőle, ahogy ő is megtanult kérni az atyától. Na de itt vagyunk, hogy ezek az emberek nem akarnak Krisztushoz menni. És Csontváry abban az időben élt, amikor már nagyon nagy volt az ateista tömeg Európában. Ma is a legtöbb ember ateista. Vagy azt mondja, hogy nincs Isten, vagy azt mondja, ami talán még ennél rosszabb, hogy van Isten, de nem jól végzi a dolgát, nem vagyok vele megelégedve. Mert ha van Isten, miért van ennyi sok rossz? Ha van Isten, akkor a gyerekek miért szenvednek ártatlanul? Ha van Isten, akkor miért halt meg a családtagom? És a többi, és a többi. Tehát az emberek vagy azt mondják, hogy nincs Isten, vagy azt mondják, hogy van Isten, de nem jól végzi a dolgát. Ezek az emberek, így festi meg őket Csontváry, mindegyik szája megnyílik, méltatlankodásra nyílik meg. Zúgolódásra nyílik meg. Meg vannak döbbenve. Azt mondják, hogy Jézus, hát nekünk igazságot akarsz adni, szeretetet, békességet, hát nekünk pénz kell. Hát a tömegek mindig a pénzben hisznek, anyagi javak kellenek. Ha nincsenek anyagi javak, mit ér nekünk az igazság meg a szeretet? És látjuk, hogy ez a tömeg így fut el Jézus előtt. Ez egy nagyon jellegzetes bemutatás. Azt mondom, hogy ez a mai emberek rövid bemutatása. A mai ember nem akar foglalkozni se Istennel, se Krisztussal. A mai embernek egy istene van, a kényelmes élet, a jólét, és amit amivel ezt lehet biztosítani, az a pénz. Igen ám, de itt van egy másik tömeg is, és úgy tűnik, hogy ez a másik tömeg egészen más, mint ő. Szép nyugodtan mennek a templomba, konflissal gyalog, templom ki van világítva, hogy messzebb is tetszenek látni, azért ez a szép kék ég itt a templom fölött besötétedik. Olyan viharfelhők gyűlnek itt a templom körül. A templom mellett van három ilyen hatalmas pózna. Míg nem láttam a képet eredetiben, csak így nagyon messziről ránéztem, azt hittem, hogy az, ami a templomok körül szokott lenni, a Kálvária három keresztje, de ez nem az. Ez a három oszlop tetején van három állat jelkép. Hát mit keres egy keresztény templom mellett három oszlopon három állat, ilyen bálvány állat jelkép? Ugye az egyiptomiak is, az indiaiak is, a görögök, rómaiak is az állatokat is sokszor szentként tisztelték, meg állatisteneik voltak. Hát ma is az emberek sokszor istenítik az állatokat, nem olyan kutya meg macska kultusz van, hogyha ekkora ember kultusz lenne, már nagyon jó lenne a világ. De mit keres itt ez az egész vegyülék? És a fönt a templom tornyából pedig egy fehér színű galamb éppen kirepülni készül, ott akarja hagyni a templomot. Mit akar ezzel kifejezni Csontváry? Itt van egy ateista tömeg.
És itt van egy vallásos tömeg. Mind a kettő tömeg. Látszólag két ellentétes tömeg. Ők az ateisták eleve nem kérnek semmit, ami hit megvallás. Ők meg úgy tűnik, hogy ők vallásos emberek. Hétről hétre járnak a templomban. De Csontváry remek érzékkel ábrázolja, hogy ami itt van, ez egy nagy összevisszaság. Ez nagyobb összevisszaság, mint ami itt van. Hát hogy fér el a kereszténység mellett a pogányság? Hogy van az, hogy a kereszténység, a hatalmi kereszténység, éppen tavaly ünnepelték az 1700 éves évfordulóját annak, hogy Nagy Konstantin császár az üldözött kereszténységből, ugye leállította a keresztény üldözéseket 313-ban, és a kereszténységből birodalmi vallást csinált. A politika és a vallás így összefonódott. És először a politika úgy gondolta, hogy ő majd fogja irányítani a vallást, utána fordult a helyzet, a vallás irányította a politikát. És ez a nagy összevisszaság, és hogy Isten ezt nem tudja elfogadni, ezért vannak ezek a sötét felhők itt gomolyognak a templom körül. Tehát Csontváry, amit ábrázol, kicsit gondolkozzunk el, az ateizmust így ábrázolja, a vallásosságot így ábrázolja. Hát, hogyha mind a kettőről így lehúzza a vizes lepedőt, akkor mi marad? Az emberek úgy gondolkoznak, hogy hát vannak istentagadók, meg istenfélők vannak, ateisták, meg vannak ilyen-olyan egyházba tartozók, keresztény egyház jelen pillanatban 33 ezer van. És emellett még ugye a buddhizmus, a hinduizmus, a muzulmán, most az egész világ már vallásos. Ha 40 évvel ezelőtt jártam volna itt, nem is lehetett volna ilyenről beszélni, mert akkor ugye ateizmus volt Magyarországon, de most az utóbbi 20-25 évben mennyit fordult a kocka, az ateisták lesznek kisebbségben, a vallásos emberek lesznek többségben, akkor ez a választási lehetőség, hogy most az ateisták jól felfogott érdekük szerint járjanak a templomba? Csontváry itt mutat egy harmadik lehetőséget. Jézushoz legközelebb ez a két fekete, sötét ruhába öltözött alak van. Kik ezek? Miért erre a sírkőlapra borulnak rá, és a sírkőlap mögül ez a gyönyörű mandulafenyő miért növekszik föl? Ezek jelképes bemutatások. A sírkőlap a halálnak a jelképe. Jézus élete nem csak abban nyilvánult meg, hogy ő a 10 parancsolatot betöltött, hogy igaz módon élt, hanem az életét is odaadta az emberért. Mert látta Jézus, hogy az ember annyira de lázad Istennel szemben, annyira elégedetlen az Istennel. Hogyan tudod lefegyverezni azt az embert, aki lázad? Aki nem bízik benned, hogyan tudod azt lefegyverezni? Valami nagy dolgot kell tenned érte. Nem elég időt adni az idődből, nem elég pénzt adni a pénzedből, az életedet add érte. Tehát az, amikor a másik ember látja, hogy te az életedet képes vagy odaadni érte, akkor megszűnik majd lázadozni veled szemben. Jézus odaadta az életét, és ez a sírkőlap jelzi azt, hogy Jézus egyszer meghalt, eltemette Arimatei József a sírba. Ez a sírkőlap, ez Jézus áldozatának, halálának, önfeláldozásának a jelképe. Na de minek a jelképe ez a két fekete ruhába öltözött alak? A Bibliában ilyen jelkép egy helyen található, Jelenések könyve 11. fejezetében. A két fekete ruhába öltözött alak a Bibliában, a bibliai jelképrendszerben az Új és Új Szövetség jelképe. Mert a Biblia két részből áll, Ószövetségből és Új Szövetségből, de miért gyászruhába öltözött alakként mutatja be a Bibliát maga a Biblia? Azért, mert abban az időszakban, amikor a politika és a vallás összefonódott, a Bibliát félretették, a Bibliát tilos volt terjeszteni, ezt önök is tudják talán, hogy a középkorban a kereszténység tiltotta be, a hatalmi kereszténység tiltotta be a Bibliának a terjesztését, és ennek a gyászos voltát jelképezi úgy a Biblia,
hogy az Ó és Új Szövetség gyászruhába öltözve kellett, hogy profétáljon évszázadokon keresztül. A 6.-tól a 18. századig emberek kezébe Biblia nem juthatott. Most ez olyan természetes dolog, hogy fogjuk és itt van egy Biblia a kezünkben. De 500 évvel ezelőtt nagyon kevés ember kezébe lehetett. 1000 évvel ezelőtt meg megégették azt az embert itt Európában, aki Bibliát tartott a kezében. Sőt, akár csak egy Biblia lapot terjesztett. Ugye Magyarországon is, amikor hozták Olaszországból a Bibliákat, a valdensek hozták, így laponként betették a bekecsükbe, és úgy csempészték be az országba. Erről szól Göncz Árpád híres regénye, a Sarusok. Az Észak-Olaszországból jött valdenseknek állít emléket, akik rettentő nehéz körülmények között terjesztették a Bibliát. Tehát Csontváry festményén mintegy az van, hogy van az ateista tömeg, van a vallásos tömeg, de Jézushoz azok állnak legközelebb, akik az Ó és Új Szövetség alapján, tehát a Biblia alapján ismerik meg őt. Akik a Biblia alapján értik meg, hogy ő ki volt. És ha megértik főleg az áldozatát, a kereszt halálát, akkor ezeknek az embereknek az életéből egy új élet fog kinőni. Ezek az emberek valóban, mint a kisgyermekek meg fognak térni, és fölfelé fognak növekedni, az ég felé fognak növekedni, mert a mi igazi hazánk az a menny. Az igazi teremtőnk nem az apánk és anyánk, hanem az a valaki, aki itt a Földön az első emberpárt és az utódait is megteremtette. Tehát itt van a képnek a lényege. Itt van a képnek a lényege. És azért üres ez a baloldali rész, mert mintegy azt mondja ez a festmény, hogy ember, te belépsz ebbe a világba, elkezded élni az életet. Az életben a legfontosabb kérdés az az, hogy tisztázd azt, hogy számodra kicsoda Krisztus. Ember, lehetsz ateista ember, mindenki szabad, senki nincs kényszerítve semmire, lehetsz ateista ember, lehetsz ateista tömeg részese, hivatkozhatsz arra, hogy te ilyen és ilyen vallásban vagy, és ilyen felekezethez tartozó, lehetsz ide tartozó is, de Krisztushoz azok állnak legközelebb, akik az Ó és Új Szövetség alapján megismerik őt, elfogadják a tanításait, az élet példáját a magukénak érzik, és ugyanúgy kérnek erőt, ahogy ő kért erőt az atyától. Három lehetőség van az életben. Ateistának lenni, szokás és hagyomány alapján egy vallásfelekezetet követni, és személyesen Jézus követni. 1903, Betlehem, Csontváry ezt a festményét megfesti, hazahozza, és mivel ő gyógyszerész volt, patikus volt, ott gyűjtött pénzéből lett festő, leteszi a patikának a padlására, és megmaradt számunkra a magyar festészetnek és az egész egyetemes festészetnek legtöbbet mondó képe. Krisztusról ilyen képet nem nagyon festettek. És egy zárszó még, ami rajta van a képen, hogy milyen napszakban vagyunk. Reggel? Délben? Este? Látszik az alkonypír, amit még a nap megfestít a felhőknek a szélét. A világnak az alkonyodásában élünk. Csontváry ezt pontosan érzékelte, hogy a világunk beleérkezett már a végső szakaszába. Nem a világ történelem elején élünk, nem is a közepén, az alkonyán élünk. Csontváry egyik híres kortársa, Babits Mihály írta az egyik versében, hogy mit tud egy költő mondani most a világról. Én is fönt ülök Esztergomban az előhegyen, nézem, hogy mit csinálnak az emberek a városban, nézem, hogy miről ad hírt a rádió, a posta, a hírlapok, és elindul a hegyi költő, lejön a hegyről, és egy mondatot tud mondani: emberek, ősz van.
nagy hírként kiáltja, amit mindenki tud. Ősz van. Ősz van. Jön a tél. Jön a befejezés. Jön egy új világ majd, mert Jézus azért jött a világra, hogy hívja az ő országába egy új világ polgárainak azokat az embereket, akik hallgatnak rá, és ezért volt a keresztényeknek régi mondásuk, hogy mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyben igazság lakozik. Ez a világ minden, csak nem az igazság világa. Ezért szenvedünk tőle. Ezért érezzük magunkat egyre kevésbé jól. Itt a hozzászólásunkban is ez tükröződött. Azt tetszett mondani, hogy az emberek szinte kivetkőznek magukból, vagy úgy gondolják, hogy ez még emberhez méltó élet. Az emberekben nincs tekintet, nincsenek tekintettel a másik emberre? Maguknak mindent, a másiknak szinte semmit? Új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, melyben igazság lakozik. A világ történelmének le kell zárulnia. De hogy mondta Vörös Marti Mihály, lesz még egyszer ünnep a világon. Lesz még egyszer ünnep a világon. Akkor lesz ünnep, amikor Jézus másodszor eljön, és a történelem lezárulása után mindazokat az embereket, akik szabadon választhattak, hogy vagy ide tartoznak, vagy ide tartoznak, vagy ide tartoznak. Magához fogja venni azokat, akik őhozzá az igazsághoz, a szeretethez, a békességhez akartak tartozni. Itt ezzel a finom alkonyi jelenettel ez is rajta van a festményen, hogy ember, most te éled a világodat, de a lehetőségek köre lezárul. A lehetőségek ideje az előbb-utóbb lezárul. Ezért is nagyon nagy festmény ez a Csontváry festmény. Mi minden évben el szoktunk menni Pécsre megnézni. 3 évvel ezelőtt nem tudtuk megnézni. Teszem tudni, hogy miért nem? Mert néhány évvel ezelőtt Isztambul volt Európa kulturális fővárosa, és a törökök azzal a kéréssel fordultak Magyarországhoz, hogy míg Isztambul Európa kulturális fővárosa, egy képet adjanak nekik kölcsön. És erre a képre esett a választásuk. Hogy aki elmegy Isztambulba, Európából, vagy az egész világról, ezt a képet meg tudja csodálni. Tehát már a törökök jobban ismerik ezt a képet, mint mi. Jobban értékelik ezt a képet, mint mi. Akkor nem tudtunk elmenni Pécsre megnézni a képet, mert a képnek a hűlt helye volt, kiadta a Csontváry Múzeum Isztambulnak, és Isztambulban állították ki ezt a képet, hogy egyre több ember tudja ezt megnézni, mert hát a törökökben is van lelkiismeret, egyáltalán minden emberben van lelkiismeret, és őket megragadta ez a kép, noha ők elvileg muzulmánok. De azt is hallottam néhány évvel ezelőtt az interneten megjelent, hogy muzulmán tudósok összegyűltek, akik a Koránt tartják szent könyvnek, és kitűzték célul, hogy ők a Bibliát tisztességesen elolvassák. 6-7 tudós gyűlt össze heti rendszerességgel, és annyira elmélyedtek a Biblia megismerésében, hogy hamarosan feltűnt nekik, hogy a Biblia miről beszél a legtöbben. Mit tetszen gondolni, ez a 66 könyvből álló iratgyűjtemény, amit 1600 éven át írtak, ami egy könyvben az emberiség eredetétől egészen az örök életig átíveli a történéseket. Ez miről beszél a legtöbbet? Mert ezt muzulmánok is felfedezték, hogy miről van itt a legtöbbször szó. Jézus első eljöveteléről 200-szor van jövendőlés. 200 jövendőlés volt arról, hogy Jézus, ha eljön erre a világra, mit fog tenni, és hogy fogja az életét adni az emberiségért. De nem erről beszél a legtöbbet a Biblia. 2-szer többet beszél Jézus második eljöveteléről. Mert az igazi megoldás az lesz, amikor Jézus másodszor jön el, és lezárja ezt a sok szenvedésen és még több igazságtalanságon alakuló földi történelmet. És egy új világot nyit, amire Vörös Marti azt mondja, lesz még egyszer ünnep a világ.
Én ennyit szerettem volna elmondani, ha valakinek van kérdése, átadom a szót, mert úgy illik, hogy ne csak én beszéljek.